Na jó, kezdjük az alaplap tesztet. Van négy alaplapom, ugye egy, meg ott van még három, és mind a négy alaplapot ki fogjuk próbálni, hogy, hát, hogy melyik megy, melyik nem megy, és hogy melyik hogyan. Az egyes számú alaplapunk az egy Gigabyte GA8i865GME, ami egy 775-ös alaplap, ami borzasztó gyors kéne, hogy legyen. Tekintve, hogy a 775-ös az nem mai találmány, hanem sokkal nincsen lemaradva. Na mindegy, szóval betöltjük a 220-ba. Ne, be van kötve. Ugye ott alul látjuk, hogy a 220-ba természetesen van dugva. És itt az elején itt van az a rész, ahol be kell kapcsolni, úgyhogy most összeérintem a megfelelő részt, ami nem tudom melyik. Úgyhogy most totózás következik. Tényleg nem tudom melyik az. Ah, yeah. Ez a speaker, amit hallotok, ami nagyon helyes. Úgy. És kihúztuk az áramból. A speaker azért van bekötve, hogy lássuk, hogy a memória az nincs benne. Tehát az alaplap működik, proci működik. És visszatesszük a memóriát, és megnézzük, mi a különbség. Na, memória visszatéve, gyönyörű 256-os memóriánk. Kábel bedugva. Monitor bedugva, tehát van monitorunk is. Mindjárt szerzünk billentyűt is. Azt sajnos az előbb teljes mértékben elfelejtettem. A billentyű kábel. Kurvára nem akar együttműködni. Mindjárt tudjuk. A billentyű kábel természetesen korrespondilis irányban bekötve. És akkor jött a totózás megint, hogy melyikkel indul. Se kép. Nem kap képet, monitor. Billentyű semmi. Kúsba van. Ezt hívják rossz hírnek, hogy memóriával már nem fut. De úgy egy kicsit se, tehát egy hangyányit se. És mivel nincsen már AGP-s videokártyám, így nem tudjuk kipróbálni, hogy esetleg nem a videó... Na, most bedugtunk egy videokártyát, egy PCI-osat, és megkíséreljük a újabb elindítást, természetesen a monitor készen áll a fejleményekre. Fenélve. Esküdni mernék, hogy már végigmentem rajta egyszer. Ez az. Semmi sípjel. Semmi. Ja, kép sincs. Tehát billentyű persze be van kötve, és semmi. Ez ennyi, ez az alaplap kb. Jó. Na, szégyen deszkánk, ugye ott van a sarokba, gigabájtunk, ami valamilyen okból nem akar menni, hogyha memória van benne. Következő alaplapunk egy MSI 533-as. Pontosabban egy MS. MS6714 nevezetű 845-ös deszka. Na, ezt is ugyanúgy kezeljük, mint a többit. Egy pillanat türelme, csak félre próbálom tenni valahogy a mobilt. Ezt csak addig teszem félre, amíg bedugom a kábelt. Jó, egy minimális türelmet kérek szépen. Jó. Be van dugva a 220-ba, ugye látjuk, hogy alul le is van súlyozva, nehogy véletlen elszálljon itt valami menet közben. Na! Továbbra sem, jaj! Srácok, ha nincs benne elem. Elemet, de azonnal! Valaki, gyorsan! Csücsü! Nem tudom, lehet. Vaj!
Na jó, újra. Kicsit kezdek összekavarodni, hogy hol tartok. Ott van a rossz alaplap, itt van a következő MSI alaplapunk, ami... Nincsen a processzoron hűtő itt, mert csak bebúgatásról van szó, és nem okozhat semmilyen gondot, ha nincs rajta a hűtő 5 másodpercig. Na, táp bekötve, memória ugye nagyon fontos, hogy nincsen. Különben nem kapjuk meg a sípoló hangjelzést, hogy az alaplap nagyon helyesen működik. Jó, addig ide készítjük természetesen a gyönyörű szép memóriánkat. Minden rendben van? Hát szerintem igen. Kép be van kötve, billentyű be van kötve, indíjuk. Ja, jön a totózós rész. Na vajon, hol indul barátunk? A számítógép indulását csak a tápventilátor fogja jelezni. Oh yeah. Ezt halljuk itt. Ezt. Ami egy nagyon helyes hibajelzés. A hibajelzés ez. I have no memory, what the fuck I need to do? Igen. Így viszont megy. Szépen bele integráljuk a hatalmas memóriát, és újra eljátsszuk a... De egy ledet rárakhattatok volna ez a rohadt deszkára, hogy áram alatt van, vagy nincs. Hülye amatőrök. Persze, most nem indul. Na! Mi van? Hülye vagy? Ott a memória. Hát ez hülye. Na jó, mindegy. Áttesszük a másik sínbe. Jó? Hogy? Ezt lenyom. Hogy? Másik sínbe. Hát ez nagyon szorul a kábel alatt a memória. Körülbelül mínusz 3 fok van. Meg van fagyva az összes kábel, vezeték minden. Amúgy én is. Tehát... Jaj, mondod. Beöltözök, mert nagyon ideg van. Na, szóval. Memória áttéve másik sínbe. Processz teljesen hideg, tehát még semmit nem tud dolgozni. Táp bekötve, minden bekötve. Na, újra. Áram benn. Indíjuk. Hát ez hülye. Ez hülye. Mi a bajod? A hosszú sípjel teljesen egyértelműen a memória hiányára vezethető vissza. Tudod mit? Kapsz egy videokártyát, jó? De akkor utána már tényleg kus. De videokártya az egy hosszú. Nem tudjátok egyébként elképzelni, hogy milyen borzasztó nehéz dolog egy kézzel szerelni. Majd későbbiek folyamán valószínűleg, majd ti is megkapjátok ezt a büntetést, hogy egy kézzel szerelés. Na! Videokártya benn. Ja. 220-as. Bocsánat, hogy a lencs elé nyúlok, de ezt nem tudom megcsinálni máshogy. Hát rendesen nem tudom megcsinálni. Na, újraindítás. Indulj már. Na jó, haver. Már kezdesz az idegeimre menni komolyan. Jó, van, akkor szíjjeg ezt. Jó, akkor ez az alaplap is megy a... Hát oda félre. Aztán jön a következő vendégünk. Ez már természetesen a következő deszka. És azt próbálom megkeresni. Ott van a kis szemétláda. Ebben nincsen beleintegrálva a speaker, de a helye itt van. Ez a kis karika, amit itt láttok. Ez a speakernek a helye. De a lusta köcsök szemétládák nem rakták be a speakert, ezért nekem be kell kötni. Minden számítógépben kötelező, hogy legyen egy speaker, mert ha baj van, az egyetlen csatorna, ahol barátunk panaszkodni tud. Természetesen ez már a következő deszka. Ez egy Elite Group, ECS Elite Group K7S5A
Pro nevezetű AGP VGA deszka. Ez az AGP VGA, ez egy nagyon egyszerű baromság, amit az Egyesült Államok mondanak. Az AGP és VGA-t jelenti angolul kimondva, és rendkívül idiótán hangzik. Az alaplapnak további hibája, hogy a PS2-es luk, amit itt láttok, nullára van törve. Valószínűleg kalapáccsal, ezért USB és billentyűzettel fogunk operálni. Szóval az előbb azt akartam mondani, hogy itt a szélén nekem meg kéne keresnem, hogy mivel kéne elindítanom ezt a srácot. Ez, amit itt láttuk, ez az USB, a harmadik, második USB, 1-es, 2-es, 3-as USB, ahogy látom, ez infravörös kimenet, természetesen a 220-ba be vagyunk dugva. Totózok megint. Na, szerintetek melyikkel fog indulni? Mint a fűnyíró öcsém! Indulj! Indulj el! Se kép, se hang öcsém. Van benne memória. És semmi. Nem megy. Ide begyorsul. Ja, mondjuk Cooler Master-es, tehát nem egy gyenge hűtésről van szó. De semmi nem történik, haver, ez elégtelen. Egy síp jelet sem, semmit nem hallunk. Memória off. Kis türelmet ezzel tart egy darabig. És reset, tehát újra indítás. Na, már nem tudom, hogy hol indítottam el. Haver, sípolnál a kedvemért? Légy szíves. Semmi, nulla. Ez... ez semmi, nulla. Ez áll. Kép nincs. Videokártya jó egyébként, ez se hibatlan. Semmi baja. Ez nulla, haver. Ez... standby, drága barátom. Ez semmi, nulla. Valószínűleg az egész alaplap kuka, úgy ahogy van. Mert nem megy. Tényleg egyszerűen. Megpróbáltam megkeresni rajta a círmosnak a resetjét, tehát a címos BIOS reset jumpert, mert ezekben az időkben még olyan módszerre dolgoztak, hogy jumperezni kellett a sütögetésnél, de azt még nincsen sehol, tehát én ezt nem értem komolyan. Na mindegy, alaplap fail. Egyszerűen nem megy, se képpel, se hangra. Még azért megpróbálok egy dolgot. Még a videókártyát is kiveszünk belőle. Erre vajon mit fog reagíren? Mindegy, mert úgyis kuka, tehát valószínűleg a... az alaplap nem nagyon akar dolgozni. Áramot visszakötöttük, és lássuk újra az indítást. Nincsen benne videókártya se, itt mutatom, ez a barna sín, nincs benne memória se, semmi, processzor van benne, de hangkártya van benne, itt ezt az integrált oszlopot itt látjuk, ezt így ennyi kb. És se kép, se hang. Nem sípol. Ott van alul a speakerünk, ide be van kötve, korrespondilis helyre. Én már többször is megnéztem, hogy ennek van a baja. Ez ennyi, haver. Ez ennyi. Mész a szégyenfalra a többiekhez, oda! Úgyhogy ennyi. Na. Most ott tartunk jelenleg, hogy már három alaplapunk megy a kukába. Az utolsó reménységünk egy Mercury. Egy Mercury KOB845NFSX1-es alaplap, ami a legnagyobb deszka, ami kicsi helyünkön. Természetesen 478-as alaplapról van szó, és ez azt jelenti, hogy hát mondjuk ilyen finoman kicsit csalni kell ahhoz, hogy minden flottul működjön, tehát be kell kötni mindent. Teljesen kultúráltan. De picit ide kell megint. Áram visszakötve. És amire vártam! A LED.
Sajnos nem látjátok, mert ez a vacak itt ráhajlott. Ez a LED itt világít. Nagyon korrektül mutat, hogy a deszka éppen áram alatt van. Nagyon helyes, drága barátaim, hogy a LED-et. Legalább ti bazd meg, a többiek erre nem voltatok képesek. Nem baj, ők berakták. Na, alaplapunkról következőt kell tudni. Most is USB-s billentyűzettel dolgozunk, de itt most a PS2-nek nincsen semmi baja, csak lustaságból USB-vel egyszerűen dolgozom. Nyomtató, COM1, COM2, hangkártya, videokártya, mekkora teljesítményű PCI-os videokártya, szerintem ilyet nem is láttatok még. Nincsen benne memória, hogy sípoljon, mint a barom, és itt az integrált speakerünk, amit mi nagyon szeretünk, mert akkor nem kell használni azt a külső vackot. És egy erdő, öcsém, na ebből talált ki, hogy melyik fogja bekapcsolni. Most jön a cumizás rész. Na. Nem tudom. Totozzunk. Föld, reset, HDD LED. Ez USB 1, USB 2. Jaj, like that. Ez alapvetően egy helyes jelzés. Így van. Ez annak a jelzése. Hé, köcsök, hol a memóriám? Semmi gond, barátom. Drága barátom. Már jön is. Jó? Már jön is. Tessék. Here is your memory. Here is your power. And here is your bekapcsolás. Képet. Van kép! Kép! Egy alaplapon működik! Jekkora király vagyok! Hát ez valami hatalmas. És benn vagyok a BIOS-ba! Egy alaplap működik a négyből! És tudod mit, haver? Örülök neki. Ez lesz a híres 51-es számítógépem, ami egy Mercury KOB-s, ez a legendári Epic File alaplap. Nagyon vicces, mindjárt mondom miért. Először is azért ő az egyetlen, aki bejelentkezett a BIOS-ba. Rájött tetszik. Másodszor is azért, mert ez volt az egyetlen alaplap, ami a 478-as gyors processzort ötvözte az SD memóriákkal, amik meg a lassúak. Tényleg. Ez az egyetlen olyan alaplap, ha jól tudom, ez most egy kicsit hiányos az ismeretem, hogy az SD memóriát a 478-as tokozású relatív gyors processzor mellé tették. Az összes többibe ilyen van. Ja, bocsánat. Ilyen van. Ez DD memória, tehát DDR, egyetlen bemetszés van rajta. A DDR és az SD memória között a különbséget azzal tudnám a leggyorsabban lemodellezni, hogy itt látjátok a DDR1-es modult. Nagyon szépen tisztán látható egyetlen bemetszés van az alján. Jó, ezt félreteszünk. És itt van az úgynevezett D... Haj, de rosszul mondtam, bocsánat. SD memória. És nagyon tisztán látszik, hogy alul kettő bemetszés van. Na, ennyi. Tehát egyiket nem tudod rosszul szándékosan betenni a helyére. Na mindegy, szóval nagyon frankon működik. Szépen megy úgy, ahogy kell. Ugye, amit mondtam, videokártya teljesen korrektül működik. BIOS-ba így lehet a billentyűzet, ugye? BIOS-ba így lehet lépegetni, fölmegyünk, lemegyünk, mi, hogy hívnak engem, van négy vinyó, stb. És akkor ezt szépen be lehet majd tenni egy számítógépházba, rá lehet kötni egy billentyűt, nem ezt, mert ugye ez a teszt billentyűm, rákötünk egy billentyűt, ott van egér, van DVD-olvasóm, és mindjárt csinálok egy komplet leltárat, jó? És ezt előtte leállítom, mert szoroslegesen megy. Picit visszadugom, hogy nekem tartani. Na, szóval, a jelenlegi leltár és alaplap vizit után, hát, hogy őszinte legyek, rendkívül nagy szomorúsággal szeretném jelenteni. Haver, egyetlen alaplapom van. De ez még mindig túlmutat azon, hogy ahány házam, ez az üres hely itt kéne lennie a monitoroknak, és a házaknak, I mean számítógépház. Tehát még mindig nem oldottam meg azt, hogy egy kézzel szereljek, tehát ez valami lehetetlen. Komolyan. Szóval, mindjárt csak itt van ám annyi kábel, haver, hogy
öröm nézni. Szóval, ezt tudod a kertet, kicsit arrébb rakjuk. Na, ott tartottam az elébb, hogy leltár videó. Itt van egy darab ház, ami nem jó, mert nincs ahhoz a kapcsoló, és kapcsolót kéne szereznem valahogy. Van alaplapom. Valószínűleg ezt az alaplapot nem fogom beletenni ebbe a házba, csak abban az esetben tudok kapcsolót szerezni. Nincsen monitorom. Van vinyó, van egér, nincsen billentyűzetem, mert ezek a teszt, vinyó, ezek a teszt eszközeim. Van DVD olvasom, abból igen sok van. Van hűtő, ugye az a súly, ami ott lent van, az a hűtőket szimbolizálja. Van tápkábel, nagyjából ennyi. Tehát mondom még egyszer, amire éppen szükség van, az a következő. Hogy a fenében magyarázzam el nektek, hogy mi az, amire szükség van. Az előző videóra se feleltetek sehogy. Megpróbálom összeszedni magam, mert ez így nem fog menni. Szóval kéne segítenetek, srácok. Mert ez így egyedül nem megy. Hiába van 3 darab tápom, 2 darab tápkábelem. Nincs monitor, amivel ezt a számítógépet, még akkor is, hogyha ebbe beleteszem ebbe a hibás kapcsolójú házba, akkor se tudom odaadni a tényleg rászoruló srácoknak. Mert ti nem akartok segíteni. Ott fönt van egy ilyen pici rész, nem tudom mennyire látjátok. Ott van körülbelül 4 darab sima PCI-os videokártya, vagy 6 darab hálózati kártya, stb. A telepítésnél, amikor telepítjük a rendszert, és itt az első konzolon, itt, nem látok hálózati kártyát, természetesen ilyenkor bekerül egy hálózati kártya valamelyik PCI simbe. De egyelőre nem állok olyan jól, hogy így tartsak. Mert ha berakom ebbe a házba ezt az alaplapot, akkor szereznem kell valóban egy kapcsolót. Na, hogy értsétek. Mit mutassak? Mindegy, itt egy fogó. Jó, ez nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz megmutatni, hogy miről is szól ez az egész. Szóval, hogyha még egyszer mutatom, jó, mert a szájbarágás az a lényeg az egésznek. Alul van egy rossz kapcsolójú ház, itt pedig van egy nagyon jól működni látszó alaplap. Ugye világos? Na, a probléma az, hogy nincs benne kapcsoló. Tehát, ugye előidézzük azt a problémát, hogy szerzünk valahonnan egy csavarhúzót, és nyitva hagyjuk a ház oldalát. Minden alkalommal a csávokkal ott fog csavarhúzóval turkálni, hogy bekapcsolja úgy, ahogy én most ezt csináltam. Ezt most nem mondod komolyan, ugye? Úgyhogy valahonnan kerítenem kell egy olyan kapcsolót, ami így tud majd nyomogatni emberünk. Ugye világos? Na, ez nem fog menni könnyen. Mára az könnyebben megy, hogy 800 forintért valamelyik számítógép bontóba egy teljesen üres házat megszerzünk. Arra gondoltam, hogy te elhozod azt, ami neked már nem kell, és tudod jól, hogy csak a krumplit tároljátok benne 6 éve. Az a ház, az pont jó lenne. Na jó. Szóval ez így nem fog menni. Ugye világos. Tehát most hiába van egy jól működő alaplapom egy házzal, most mondom, nem tudom hányadszor. Van hozzá tápom, van hozzá vinyó, van hozzá DVD-os, van hozzá idekábel, van hozzá memória, mert volt itt egy hős, és ez a hősünk hozott nekem, picit bevilágítok, hogy lássátok, hozott nekem olyan memória blokkokat, nem hiszitek el. Tehát 512-es SD RAM. Hát ez olyan ritka, mint a rózsaszi Lamborghini vonóroga, vagy egy Windows 8 egy boldog felhasználóval. Tehát ez nincs. Világos? Ez nincs. Egy 512-es SD. Na, ezt szépen visszateszem, mert ez tényleg aranyat ér. És hát srácok, a következőre lenne tehát szükség. Már kezdünk kicsit kicsúszni az időből, mert már 10 percet dumálok itt teljesen fölöslegesen. Próbálok ide villogni nektek, jó? Itt vannak a monitorok helyei, meg a számítógép házak helyei, jó? És semmi nincs, mert minden számítógépet szerencsésen sikerült kiadnom. Ja, meg még valami. Ez a sárga rész, amit láttok, ez a joystick bemenet. Igen, ez joystick bemenet. A nagyon elferdült, billegőagyú állatoknak pedig MIDI port, ahova a szintetizátort lehet bedugni. Igen, ez arra való. Alatta pedig a fejhallgató, a kimenet és a mikrofonnak a nyílása. Mi van akkor, hogyha ez a sárga modul itt nem működik?
Megpróbálom elmagyarázni, srácok, nekem nincsen hangkártyám. Egyetlen darab teszt hangkártyám sincsen. Tehát kellene. Jó? Továbbra is számítok mindenkire, aki eddig küldözgette az alkatrészeket. Tényleg teljesen függetlenül attól, hogy most jók az alkatrészek, amiket küldtetek, vagy nem. Hidd el, úgyis ki fog derülni, hogy melyik alkatrész jó, és melyik nem. Úgyhogy légy szíves, továbbra is küldjetek olyan dolgot, amire szükség van. Megpróbálom kicsit összeszedni magam. Nincsen semennyi SD... Már rosszul mondom, már megint rosszul kezdem. Tehát ez az egyetlen darab DDR1-es memóriám van, ez az egy, és mint nagyon jól látjátok, mindjárt, mert spénázok még egy kört, ez 256-os memória. Ezzel semmilyen rendszert nem tudok elindítani, ez szó szerint azért van nálam, hogy kipróbálhassam, az alaplapok jók-e. Szóval, kezdjük előre, jó? Mert már nem tudom, hányat szó kezdem, kezdek kicsit fáradtlan. DDR1-es memória kellene, számítógépházak kellenének, CRT monitorok kellenének, tehát ezek a mélyek, nem kell LCD monitor, nem kell, csak sima CRT monitor, hangkártya kellene, azt így nagyjából ennyi, tehát a többit azt valahogy megoldom, jó? Ennyi. Nincsen semmilyen extra igényem, és légy szíves, akinek már nem kellenek az alkatrészek, és csak ki akarják dobni, azokat küldjétek el, hogy össze tudjam rakni azoknak, akiknek tényleg ez egy egész családnak a szórakozása. Én már 50 darab olyan családot láttam, ahol a reményt elvesztették, és kaptak egy számítógépet ingyen. Az egy boldogság. És nehogy azt higgyétek már, hogy csak a gyerekek szórakozhatnak. Mert miért? Az a felnőtt, aki a napi 11 óráját ledolgozza. Tehát a hazamegy, neki nem jár egy kis pihenés, komolyan. De jár. Ugyanúgy jár neki is, mint a gyerekeinek, mint a feleségének, a férjének, stb. Mindenkinek jár a szórakozás. Csak van, aki nem tudja kifizetni se, mert olyan minimális pénzeket keresnek. Úgyhogy légy szíves, amennyiben tudtok, segítsetek. Én megpróbálom összerakni ezeket a gépeket, meg oda is adom, de az alkatrészellátás az egésznek a kulcsa. Úgyhogy légy szíves, aki tud, az küldjön.